A jó idő beköszöntével újra fűnyírótól és metsziólók csattogásától hangosak a kertek. Ezzel együtt megnő az igény a levágott gajak, falevelek, fűszálak eltakarítására is. A nyíregyházi és nagyecsedi gyűjtőkörzetben március 4-től, a kisvárdai gyűjtőkörzetben pedig március 11-től indul újra a zöld hulladék elszállítása. Társaságunk területén ugye vannak olyan települések, ahol házhoz menő zöld hulladékgyűjtést végzünk, illetve vannak olyanok, ahol gyűjtőpontos a zöld hulladékgyűjtés. Hogy mely településen milyen van, ezt mindenki a hulladékgyűjtési naptárából tudja meg. Zöld hulladék, maradjunk a házhoz menő zöld hulladékgyűjtésnél, azt jelenti, hogy a kiosztott barna kukákból történik a hulladék elszállítása heti egy alkalommal a megadott napokon. Nagyon kérünk mindenkit, hogy csak zöld hulladékot, kerti, levágott füvet, illetve gajat helyezzen az edénybe, azt minden további nélkül el fogja szállítani az autónk. Tehát hangsúlyozom, ez nem vegyes hulladék tárolására, nem építési bontási törmeléknek az elszállítására, hanem kizárólag zöld hulladék gyűjtésére szolgál a barna gyűjtőedény. A gyűjtőedényeket változatlanul reggel 6 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. Hogy pontosan melyik napon, a hulladékgyűjtési naptárból lehet megtudni, amit postán küldenek ki a lakosságnak, de a naptár elérhető az EAK honlapján is. A szállítás az adott napon reggel 6 órától 14 óráig várható. Minden háztartásból ugye egy 120 literes hulladékgyűjtő edénnyel hozzuk el a zöld hulladékot, de amennyiben valakinél több keletkezik időszakosan, az társaságunktól tud vásárolni a Bokréta utcai ügyfélszolgálaton ilyen zöld hulladékgyűjtő zsákot, és ezekben a zsákokban elhozzuk a zöld hulladékot. Tehát átlátszóban, feketében, szürkében, kukászsákban nem, de ebbe igen. Kétségtelen, ennek van egy 315 forintos beszerzési ára, mely tartalmazza a többlet hulladék gyűjtését, illetve kezelésének is a díját. A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és ahelyett, hogy elégetnénk, komposztálás útján újra visszakerüljenek a természetes körforgásba. Ha valaki mégis égetni szeretne, csak akkor teheti meg, ha az adott településnek van erről szóló önkormányzati rendelete. Az összegyűjtött zöld hulladékot pedig kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni.